csináltatok még darabot? Ezt múzeumban jártál már egyébként? Én csak hallottam róla, szerintem még nem voltam. Azok most se jöttem volna be, csak a gyerekek mondták, hogy mindenhol mászni akarnak, és akkor gyerünk, mert igazából akartunk sírni haza, de most nem veszük meg. Állj egy kicsit balra, légyen. Akik csak úgy sétálnak az utcában, és nem tudják, hogy itt van a Dentmundom, jó eséllyel nem is vetik ezt étre. Ha bejön, akkor arra is nem figyelni kell, hogy ez a félig sokkos állapot mellett mi várja az embert, és most egy nagy fehér térben mondjuk, ami megnyugtat, és majd kíváncsi vagyok, hogy akkor miközben nézem a kiállítást, hogyan jövök le erről az élményről. Többen jöttek be a mászófalon keresztül, végül is, mint az ajtón, tehát egyrészt demonstrálta, az eszköz demonstrálta a szituációt, másrészt pedig sokan olyanok is bejöttek, akik egyébként ők mondták, hogy nem is tudták, hogy itt van egy múzeum. Az a fő különbség, hogy abban az időben a performer végrehajtott egy bizonyos cselekedetet, és ennek a dokumentációjára került sor. Ebben ez viszont azért gondolja ezt tovább, mert itt egyszerűen egy nézői részvételre nyílik mód, és itt a nézőnek az erőfeszítése az, ami domináns, és nem a művészé, vagy a művész csoporté, és ez egy óriási különbség.